Megalapítása óta több mint 5000 protokoláris rendezvényen teljesített szolgálatot a köztársasági elnöki díszőrség. A testületet 23 éve alapították azzal a céllal, hogy az államfői hivatal mellett különleges feladatokat lásson el. Elsősorban a köztársasági elnöki hivatalba látogató külföldi állami vezetők fogadása és a katonai tiszteletadása feladata az államfői díszőrségnek Szlovákiában. Ugyanakkor állandó őrségi szolgálatot is ellát itt az elnöki palotában. A díszőrséget 23 évvel ezelőtt alapították, hiszen a fiatal szlovák köztársaság nem rendelkezett hasonló testülettel. Csesztá sztrázs, knohe, zbrány! Bár a díszőrség a szlovák hadsereg egyik egysége, különleges és egyedi feladatkörökkel rendelkezik. Az elnöki rezidencia védelmén túl őrzik az ideérkező vendégeket. Háború idején ellátják az államfő és hivatalának védelmét egyaránt. A díszőrség őrségváltása Pozsonyban is az elnöki palota udvarán történik, és méltóságteljes ceremóniának számít, ami minden hétköznap délben valósul meg. Az elmúlt több mint 20 évben a díszőrség tagjai számos új koreográfiát tanultak meg és gyakoroltak be. Ebben az évben a szlovák nemzeti felkelés 80. évfordulójának tiszteletére egy kizárólag szlovák dalokból álló repertoárra mutatták be koreográfiájukat. Szlovensko moje očina moja krásna szia korán. Érdekesség, hogy a szlovák díszőrség tagjai az általuk begyakorolt koreográfiákat nem csak az elnöki palota udvarán mutatják be, hanem azokkal gyakran eredménnyel vesznek részt külföldi nemzetközi fesztiválokon is. A szlovák köztársasági elnöki díszőrségnek jelenleg 192 tagja van, közülük 172 férfi és 20 nő teljesít szolgálatot. A testületnek nem lehet bárki a tagja. A katonáknak szigorú fizikai feltételeket kell teljesíteniük, és megfelelő mentális felkészültséget igényel. Kitétel az is, hogy a díszőrség tagja erős nemzetérzéssel kell, hogy rendelkezzen, büszkeséget érezzen hazája iránt, és hűséges legyen a szlovák köztársasághoz. 23 éves fennállása alatt néhány alkalommal már változott a díszőrségi egyenruha. A jelenlegi 2008 óta van használatban. A katonák szürke nadrághoz kék színű zakót viselnek két soros gombolással. Az egyenruhát a katonai szimbolika, az állami jelképek, díszítések és hímzések teszik teljessé. Hozzá fehér kesztyűt viselnek a díszőrség tagjai. A fegyveres erők díszőrsége a Szlovák Nemzeti Tanács épületében is feladatot teljesít a parlamenti ülések alkalmával. 2016-tól a díszőrség a parlament előcsarnokában őrzi az állami jelképeket is, vagyis a szlovák állami címert, a zászlót és az állami pecsétet. Az őrök kettessével teljesítenek szolgálatot és óránként váltják egymást. A tisztelgést azzal a céllal vezették be, hogy az állami jelképeket bárki megtekinthesse, ha belép a Nemzeti Tanács épületébe, és így felélesszék a szlovák nemzeti öntudatot.